Sziasztok! Most kicsit ilyen rendhagyó módon jelentkezem, mert volt nemrég egy érdekes tapasztalásom, amit szeretnék veletek megosztani, hát ha másnak is tanulságos lehet. A következő a szituáció. Hazaértem, a parkolónkba megálltam. Kiszálltam a kocsiból, elindultam a házunk felé, és jött egy A8-as fekete Audi, német rendszámos autó, aki lassan gurult, és megállt mellettem, és a sofőr lengette az ablakot, és segítséget kért tőlem, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy ők a repteret keresik. És egyből kérdeztem, hogy mondom, az A8-ban nincsen navigáció, vagy nem értem ezt az egészet. És mondja, hogy hát ez bérelt autó, meg a telefonjuk is elkezdett hablabolni, hogy na hát itt már tudtam, hogy valami kajli dolog lesz ebből. És hát mondom, nézzük meg, hogy mi lesz ebből az egészből. És azt mondta, hogy hát a repteret keresik, újra elmondta, és hogy el tudom mondani. Igen, el tudom mondani. Elmondtam, elmagyaráztam részletesen, és megköszönték, illetve megköszönt a sofőr, mellette ült egy másik emberke, és erre az történt, hogy elköszöntem, elindultam, már a kocsi végénél voltam, és utánam szól az ember, hogy hát, hogy bocsánat, álljuk már meg egy pillanatra, mert hogy ilyen kedves voltam és segítettem, ezt szeretné valahogy honorálni, és szeretne megajándékozni engem. És mondtam, hogy hát erre mondom, semmi szükség nincsen, mondom, szívesen segítettem, ha tudtam, akkor ez így rendben van. Nem. Ő már ki is pattant a kocsiból, nyújtja a kezét, bemutatkozott, hogy doktor, nem tudom kicsoda, hát nyilván azt mondta, amit akar, és már nyitja is a kocsi hátulját, és közben kérdezi, hogy hallottam-e már a Zepter edényekről. Hát mondom, természetesen hallottam a Zepter edényekről, de mondom, nem értem most ezt a szituációt. Hát, hogy már, hogy ő egy vezető a Zepter cégnél, és volt valami konferenciájuk, valami nem tudom hány éves fennállás, és hogy itt maradtak ezek a termékek, és hogy mert nem jöttek el átvenni, és ő már repülőt nem akarja ezt vinni a reptére, hogy akkor ezt odaadná, és már mutatja is a szertifikációt, nem tudom hány ezer euró, meg mutatja a terméket, és kivette egy lábost, odaadta a kezembe, hogy jó, nehéz volt, és visszaadtam utána, és mondja, hogy hát ez ennyi, most nem tudom, hogy 6000 vagy 16000, nem tudom, tényleg nem tudom, hogy mennyi, és mondja, hogy hát, hogy akkor a feleségemnek, hogyha van feleségem, meg az édesanyámnak, hogy akkor még egy csomagot odaad, és hát ezt ő odaadja egy ezeresért. És akkor kérdezem, hogy milyen ezeresért? Hát, hogy 1000 euróért. Mondom, akkor köszönöm szépen, de mondom, hogy ez nem érdekel. És elköszöntem, és elfordultam, és elindult, és mondja, hát, hogy most megharagudtam? Mondom, nem haragudtam meg, csak nem értem ezt az egész szituációt. Tehát, hogy én segítettem, segítséget kértek tőlem, én megadtam a segítséget, erre megtörténik egy értékesítési, hogy is mondjam, próbálkozás felém. És ez az egész nekem nem szimpatikus, így. Ugyanis az, most már arra van fölhúzva, csak hogy értsétek, bár valószínűleg értitek, de azért elmondom, hogy most már nem úgy van, hogy megállítanak, mint egy parfümös, vagy bárki, figyelj, érdekel parfüm, vagy egy Zepteredény érdekel, stb. Hanem a jó szándékodra építik föl, és húzzák föl ezt a dolgot. Számomra ez a legalja. És azt mindenféle bántás nélkül mondom. És mondtam az embernek, hogy a válaszom egyáltalán nem, ő meg közben mondta, hogy a török-magyar barátság, én kutattam az emlékeimben, hogy milyen török-magyar barátságunk van nekünk, főleg a 150 év után, de nem találtam ilyet, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elindultam a ház, és mondja, hogy mennyi euró van nálam. Na hát akkor elkezdtem már nevetni. Mondom, figyelj, mondom, ezt komolyan kérdezed. Mondom, ne haragudj, de semmi között hozzá, hogy mennyi euró van nálam. A másik, hogy de mondjuk megtisztellek a válaszsal, nincs nálam euró. Erre mit mond? Nem elköszön. Azt mondja, hogy jó, akkor mennyi forint van nálad? Na és akkor ott mondtam, hogy oké, hello, sziasztok. Jó, kinyitottam a kapukóddal a kaput, bementem, akkor hallottam, hogy a Audinak a hátulja az lecsukódott szépen, ott a rengeteg bedobozolt terméke. Egyébként hangsúlyozom, ahhoz képest, hogy Zeptert mondott, semmiféle Zepter feliratot nem láttam. Sem a terméken, sem a dobozon, de lehet, hogy ti jobban tudjátok egyébként, hogy van olyan Zepter termék, ami nem ez a neve, én nem tudok ilyenről. Minden esetre nem láttam ilyen feliratot, se a logot, se semmit. És hát a lényeg az, hogy mi ebből a tanulság? Hát abból, hogy most már nagyon csúnyán csinálják a dolgokat. Nyilván a Zepternek szerintem ehhez az égvilágon semmi köze, hiszen a Zepter termékekről én is tudom, hogy nagyon jó minőségű termékek. Ezt mindenféle reklám nélkül mondom, ez a valóság. Nekem ez a tapasztalatom, illetve a családomnak. De az, hogy ilyen pofátlanul akarják az embert
csőbe húzni, stb. 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 Úgyhogy figyeljetek, légy szíves oda, tanuljatok meg nemet mondani, ha esetleg ezen bármilyen nehézségetek van. Ezt csak azért mondom, mert nekem sokáig volt. Most már bátran mondom bárkinek a szemébe azt, hogy nem. Nem szeretném. Ez a dolog nekem nagyon nem volt szimpatikus, lehet, hogy nektek sem. Írjátok meg kommentbe esetleg, hogyha van véleményetek erről, illetve írjátok meg azt is, hogy ha volt veletek olyan eset, amikor át lettetek verve különböző dolgok által, mert kíváncsi vagyok rá, és kíváncsi vagyok, hogy meg tudtátok-e oldani, vagy mi lett a megoldás. Egyébként megiratkozzatok fel a csatornára, ha érdekel benneteket hasonló tartalmú videó, illetve nézzetek meg a többi videómat is. Legyen szép napotok, jó hétvégét, sziasztok!